Stand-up humorista volt, az első könyve mégis a mélyből való felállásról szól. Heavy metalt hallgat az autóban, de sír a Titanicon. Négyszer volt egy centire a haláltól, és ennél is többször értékelte át az egész életét. Mai vendégünk Vas József András, reményíró. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatom, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Arra kérem, hogy mutatkozzon be nekünk néhány mondatban. Köszönöm. Vas József András vagyok. Eredeti foglalkozásom, illetve a polgári foglalkozásom értékesítési szakértő vagyok, és a postánál dolgozom. Néha szoktunk találkozni ügyfelekkel itt Karcagon is, de általában sok különböző postára járok, és értékesítéssel kapcsolatos segítséget adok a munkatársaknak. És hát emellett a tevékenység mellett foglalkozom írással. Honnan jött a könyvek szeretete? Mi motiválta? Igazából ez egy régebbi történet, tehát ez nem egyik napról a másikra alakul. Már általános iskolában is nagyon szerettem a könyveket olvasni, és nagyon szerettem írni történeteket. Általános iskolai irodalom órákon, amikor lehetett különböző vagy kötött, vagy kötetlen témakörbe kisebb történeteket megírni, akkor rendszeresen itt megírtam a saját gondolataimat, publikálták, felolvasták, különböző eredményeket értem el vele, és mellette természetesen az olvasás szeretete is megvolt az is folyamatosan, és ez még mai napig is folyamatosan megvan. Hiszen azt mondta az egyik híres író, akit nem Ele Istvánnak hívnak, azt mondta, hogy ahhoz, hogy valaki jó író legyen, ahhoz sokat kell olvasni. Úgy mutattam be, hogy reményíró. Mit jelent ez pontosan? A reményíró, ez gyakorlatilag egy kis asszociációs játék a regényíróra. Ezt egy nagyon kedves olvasomtól kaptam, ezt a titulust, még az első könyvem megjelenése kapcsán, amiről majd fogok szólni. Reményt adtam neki vele, és azt mondta, hogy valahol megvoltak ezek a gondolatok, amiket én megfogalmaztam ebben a könyvben, csak ebben az összefüggésben ez egy nagyon, nagyon ütős volt neki, nagyon sokat segítettem, és azzal, hogy bemutattam neki ennek a módszertanát, ezzel reményt adtam, és azt mondta, hogy igazából lehet úgy is mondani, hogy én tulajdonképpen regény, hanem reményíró vagyok, és innen kaptam ezt a megtiszteltetést, hogy reményírónak nevezettő. Akkor beszélgessünk erről az ominózus első kötetről. Mi ez pontosan, mikor jelent meg, miről szól? Rendben. Az első könyvemnek az a címe, hogy Döntsd el, egyszerű segítség nehéz döntésekhez. Ezt a könyvet egy olyan élethelyzet előzte meg, amely gyakorlatilag egy tragédia volt. A feleségemet veszítettem el 2015-ben, és ott maradtam kettő gyermekkel. Ezt követően fél év után munkahelyemet is elveszítettem, és egy olyan mély időszakába kerültem az életemnek, amikor döntenem kellett. Döntési helyzetek sokasággal nehezedett rám, ezért is Döntsd el a címekemnek. És gondolkoztam azon, hogy hogyan fogom megoldani ezeket a helyzeteket. Szakkönyvekbe kerestem a megoldást, előadásokat hallgattam, tehát nem csak öncél, hanem tényleg kerestem a megoldásokat. Viszont szükségem volt egy olyan segítségre, amely a nap 24 órájában velem van, itt van minden döntésnél, ne kelljen mindenhez külön szakkönyvet keresnem, és így született meg a vonalelmélet. A vonalelméletről beszéltem korábban ismerőseimnek, ők azt mondták, hogy ezzel segítséget, hasznos információt adtam, amit érdemes lenne másoknak is megmutatni. Így született a könyv, ez 2 évvel ezelőtt, tehát 2018-ban, de maga az alapgondolat, ez már korábban megfogalmazódott, 2015-ben. És ezt a könyvet azt a saját élethelyzeteim illusztrálásával mutattam be. Tehát minden egyes gondolathoz, amelyet segítségként, jó tanácsként fogalmazok meg, ahhoz a saját életemből vett példákkal is illusztrálom, és azzal igazolom azt, hogy nálam is működött ez a rendszer. Kaptam visszajelzéseket, hogy másnál is működik ez a rendszer, és tulajdonképpen ezért
elég népszerű ez a kis piroskönyv, elég sokan szeretik. Azt említette, hogy a vonalelmélet módszertanával dolgozik, foglalkozik, igen, építette magát. Mi ez pontosan? Ez a vonalelmélet, ez egy gyakorlatilag egy végtelen egyszerű dolog. Mondhatnánk azt, hogy józan parasztész, csak nem biztos, hogy összerakjuk ebben az összefüggésében. Úgy építkeztem, hogy elképzeltem az élethelyzetemet, a korábbi életemet, illetve mostani jelen élethelyzetemet, és egy vonal mentén helyeztem el az egyes állomásokat, egyes lépcsőket. Úgy gondoltam, hogy neki kell egy negatív végpontjának és egy pozitív végpontjának is lenne. Negatív végpontja az a pontosan behatárolható esemény, ami történt 2015-ben, tehát ez az alsó pontja. A pozitív tartomány az mindig olyan, ami mindig lehet jobb, tehát ezzel nem igazából érdemes foglalkozni, viszont bármely döntés adódik az életemben, ez lehet kisebb és nehezebb döntés is, akkor mindig megnézem azt, hogyha én abból, akkor és ott, abból az élethelyzetből ki tudtam jönni, túl tudtam lépni, nem kellett semmilyen olyan eszközhez nyúlnom, semmi olyan, ami a negatív irányba viszi az életemet, vagy még rosszabb helyzetbe, ha én abból ki tudtam jönni, és az működött, akkor ahhoz képest súlyában kisebb döntési problémát feszegető élethelyzet, azt simán végig lehet vinni. Tehát ha azt mondom, hogy készülök egy vizsgára, és én azt mondom, hogy tudom, hogy még egyszer tudok elmenni vizsgázni, tehát nem az életem egyetlen dobása, és nem ezen múlik minden, akkor ne stresszeljek, ne görcsöljek be, hanem azt mondom, hogy igen, van még másik lehetőségem, hagyom is ezt, hogyha úgy adódik, akkor tudjak tovább lépni, és erre a vonalra helyezve megnézem azt, hogy ez súlyát tekintve ahhoz az élethelyzethez nézve nehezebb, mennyivel nehezebb, vagy egyáltalán van-e olyan súlyjal ez a probléma, mint az az élethelyzet volt. Természetesen nagyon fontos, én ezt a könyvemben is megfogalmazom, hogy ez az én élethelyzetemhez képest a legsúlyosabb, vagy leginkább negatív pont. Más élethelyzetében adódhat egy egészen más, tehát nem feltétlen gyász, lehetséges, hogy egy más élethelyzet generálta, de ezt nagyon pontosan be tudjuk lőni, és én azt mondom, hogy figyelek magamra, hogy onnantól idáig hova haladtam, akkor ez nagyon nagy segítség lehet ez a módszer abban, hogy döntéseket hozzunk és tovább lépjünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és stúdiónk vendége volt. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is önnek. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hálásan köszönöm, és jó egészséget kívánok önöknek, és jó egészséget kívánok mindenkinek.